főleg mudik és pumik, de mellettük még több pásztorkutyafajta vett részt azon a bemutatón és versenyen, amelyet Bugacon rendezett a Kiskunsági Nemzeti Park igazgatóság támogatásával a Dunatisza köze Magyar Pásztorkutyás, Hagyományőrző és Sportegyesület. A helyszín kiválasztásáról és a bugaci pásztorhagyományokról a verseny egyik szervezője Tóth Endre szólt. Tudni kell azt, hogy az Alföldön Hortobágy és a Körösmaros Nemzeti Park mellett a Kiskunsági Nemzeti Park is jelentős gyepterületekkel rendelkezik. És ezeket a gyepterületeket évszázadok óta legeltetéssel hasznosítják, ami a helyi lakosságnak is fontos bevételi forrás volt, meg munkahelyi teremtési alkalom. És természetesen a pásztor kultúrához hozzátartozik a kutyatartás is. Mi itt vagyunk Bugacon, Kiskunsági Nemzeti Parknak a legnagyobb területén, ahol a pásztorkodás évszázados hagyományokkal rendelkezik. Ezért is választottuk ezt a helyszínt, mert Bugac rendkívüli hírnévvel rendelkezik a pásztor kultúrájáról, és itt úgy találjuk, hogy ez egy megfelelő ideális hely. A pásztorkutya kiállításnak a gondolata 10 évvel ezelőtt vetődött föl, és azóta folyamatosan megrendezzük ezt a kutya kiállítást. A rendezvény sorozat elindítója Keve Gábor volt Bugacon, aki kezdettől szervezi a pásztorkutyák bemutatását és versenyét. Most már lassan 10 évre megy vissza, először egy ilyen bemutatót csinált itt az Egyesületünk a Bugac pusztai bemutató központban, és azt követően a Nemzeti Parkkal közösen megálmodtuk, hogy legyen itt akkor egy ilyen terelős és magyar pásztorkutyás rendezvény is, ne csak bemutató, hanem ott, ahol a kutyákat lehet megmérni, tehát lesz kutyakiállítás, tenyészszemle és terelőverseny. Az évek alatt pedig szépen kialakult most már ennek a szokása, egyedül hát a tavalyi évben a pandémia miatt nem lehetett megtartani. Keve Gábor azt is elmondta, hogy bármilyen pásztorkutya részt vehet a megmérettetéseken. Mi minden magyar pásztorkutyát szeretettel várunk erre a rendezvényre, és pontosan ez is a célja, hogy itt megmutassuk a nagy közönségnek, hogy ezek a jószágok nem csak küllemükben, de tulajdonságaikban is őrzik azokat az értékeket, amiért érdemes őket mai napig tartani. De nem akarunk elutasítók lenni bármely kutyafajtával szemben, aki a terelést csinálja, így aztán például a terelő versenyre bárki nevezhet fajtától függetlenül. Nem kell, hogy őshonos magyar pásztorkutya legyen, így például a magyar sinka, amelyik nem egy elismert fajta, egyelőre de úton van ezen az ösvényen, hogy előbb-utóbb elismert fajta legyen, vagy például az előbb láttunk egy ausztrál kelpit, most egy border collie van, de van, hogy francia pásztorkutyák vagy belga pásztorkutyák vesznek részt a rendezvényeinken. A bugaci pásztorkutyás bemutatóra egy 10 fős bakonyi pásztorcsoport is érkezett, rendkívül díszes, hagyományos viseletben. Jobb vállam mögé tekintünk, akkor pontosan itt vannak az öreg pásztorok a Balatonfelvidékről és Bakony környékéről, és egyre nagyobb kapcsolata van az Egyesületünknek és a rendezvényeinknek a pásztorsággal, még élő, idős és fiatal pásztorokkal. És azáltal, hogy ők a tudást itt átadják beszélgetés közben, tanácsokkal látják el a versenyzőket, egyre népszerűbbé válik ez a dolog, és tulajdonképpen azoknak is nagyon jó kikapcsolódás és hagyományőrzés, akiknek nincs saját nyájuk, de föl tudják készíteni, megismerkedhetnek olyan pásztor emberekkel, akikhez el lehet menni, akiknek van nyájuk, lehet ott bedolgozni egy kicsit a mindennapi munkába, és lehet tanítani a kutyákat. Én nagyon derülátó vagyok, mert nagyon sok embert érdekel, és egyre többet az, hogy ezeket a hagyományokat megőrizzük. A bakonyi pásztorcsoport legidősebbike a 74 éves Bartalos János volt Nyírádról, aki 1963 óta juhász. A Gábor barátunk hívott meg bennünket. Ide, és hát most tisztelőket teszünk, hogy tettük, hogy ágyjövünk hozzá. Megnézzük ezt a nagy kutya kiállítást. Mert azért ez is csak érdekes dolog, mert az ember ilyen nem mindig adódik. Szólt a juhászat problémáiról is. Utánpótlás nem akar lenni, meg az, hogy aki most birkával foglalkozik, még kiöregszik, aztán sajnos
úgy fogy. Birka is, meg az emberiség is. A pásztorkutyás találkozó látványos része volt az ösztönpróba. Ennek során a kutyáknak egy szűk átjáron kellett átterelni a számukra ismeretlen birkákat. Ezt követően pedig a gazda utasításait követve karámba hajtani. Az összetett feladatra 10 perc állt rendelkezésre. Egyik fontos része volt a kutyáik fajta bírálata. Ebben többek között a küllem, a mozgás és az engedelmesség voltak a fő szempontok. Az egyik pumi csapat tulajdonosa kutyáival számos díjat nyert, és egyenként be is mutatta kutyáit. Nem csak két kutyával jöttünk, hanem ő a kennel alapító szukánk, ő Lóca, ő a Lencsi, Kincső, és még itt vannak a saját tenyésztésű kutyáink is, a Cuki, a Bojta, a Börpi, meg a Bodza. A Lencsike, ő sampion osztályba indult, ő győztes lett, ő nyílt osztályba indult a Kincső, ő 6 kutya közül lett első. A Lóci viszont ő egy intersampion kutya, őt nem indítottuk, mert ő már nagyon sok versenyen nyert és bizonyított, hogy szép fajta jelleget mutató pumi. Mi nagyon szeretünk ide jönni Bugacra, minden kiállításon részt szoktunk venni, nagyon finom itt az étel a csárdába is. Egy kicsit én most nehezményezem itt a bogáncsokat, de amúgy minden nagyon jó a szervezés, és örülünk, hogy terelési lehetőség is van. Különlegesség volt még a bemutatón, hogy önkéntes alapon a kutyáktól genetikai vizsgálat céljából vérmintát is vettek. Ez a magyar pásztorkutya állomány egészségi állapotát is tükrözi majd a tulajdonosok felé. Gyorsan átmelegedő, tápanyagokban dús, lassú folyású, valamint az állóvizek nyár közepére telítődnek apró élőlényekkel, többek között szúnyoglárvákkal. Ez utóbbiakra szorgalmasan vadásznak a gyorsröptű szitakötők. A karcsú testű, feltűnő színezetű, apró légivadászok párzása és peterakása jól megfigyelhető egy-egy náddalsással ritkásan benőtt vízparton, ahol kedvező körülmények alkalmával tömegesen is megjelennek. A szitakötők, így az Alföldön is gyakori kéksávos légivadászok többnyire a levegőben párosodnak. A hím potrok függelékével megfogja a nőstény nyakát és torát. A párzás folyamata alatt néhány percig együtt repülnek. Ezt követően a nőstények a vízben úszó növényzetre rakják pete csomóikat, vagy a vízbe süllyesztik azokat. A peterakás alatt többnyire a pár még együtt marad. A kéksávos légivadászpár kedvező körülmények között évente akár 3 generációt is képes létrehozni. Jelenleg nem veszélyeztetett faj. A szitakötők jelenléte egy-egy vízfelületen annak minőségét is jelzi, mivel a szennyezett, vegyszerezett vizek mentén nem élnek meg. Július derekán, a Dunatisza közén is több helyen figyelhető meg a mesdjéken, feltört gyepeken és a műveletlen területeken a gyomnövények gyarapodása. A már általánosan ismert vadkender és selyemkóró mellett most nagy területeket borítanak a kanadai aranyvesző sárga virágmezői is. Ezek sokfelé láthatók a Kecskemétről kivezető utak környékén. Sajnos virágporuk allergiakeltő hatású.
Ugyanígy gazdagon virágzik az epszékfű az utak mentén, amelyet sokan összetévesztenek az orvosi székfűvel, azaz a kamillával. Az özönszerűen elterjedő gyomok egy része virágzáskor méhlegelőként hasznosul, de többnyire az őshonos növényzet kiszorításával okoznak gondot, különösen a Kiskunsági Nemzeti Park védett területein. Az ellenük való biológiai védekezés kidolgozása a kutatók számára még hosszantartó, fáradtságos munkát jelent a jövőben. Az idei nyár hőhullámai és a csapadékmentes őszi időszak hatására a kiskunsági szikes tavak többségéből teljesen eltűnt a víz. Az egyébként is sekély vízű szikes tavak helyén csak a felrepedezett és messziről fehérlő tófenék látszik. A tavak környékéről a táplálékhiány miatt elköltözött a madárvilág is. A jelenség nem szokatlan ezen a vidéken, az egyébként is alacsony talajvízszint miatt, de az utóbbi években a szárazság miatt egyre gyakoribb. A tómeder peremén a gyér növényzetet csak a kifejezetten sótűrő növények alkotják, mint a magyar sóballa vagy a zsiókának nevezett szikikáka. A szikes tavak rovarvilága már hozzászokott az időszakos kiszáradáshoz, és a repedések nedves mélyén várja ki a víz visszatértét. A kiszáradás egyedül a vonuló madarak számára jelent problémát, mivel ezek tömegei rendszerint ezeknél a tavaknál töltöttek néhány hetes pihenőt. A várható őszi esőzések még feltölthetik a tavakat, amelyeket ekkor ellephetik majd a délre vonuló sós vizet kedvelő madárseregek. A Kecskeméti székhelyű Justícia, Sport és Kulturális Egyesület és a Kiskunsági Nemzeti Park közösen rendezték meg a Bugaci pusztán azt a futóversenyt, amelynek során kicsik és nagyok 300 métertől kezdődően 21 kilométeres távon futottak a homok pusztán. A verseny múltjáról az egyesület elnöke adott rövid tájékoztatót. Mi már közel 15 éve szervezünk futóversenyeket, szabadidős programokat a lakosság számára, és nagyon jó kapcsolat alakult ki a Nemzeti Park dolgozóival, és felvetődött, hogy itt a természetvédelmi környezetben szervezzünk egy futóversenyt. Csodálatos tájon, szürke marhák és rackajuhok, tücsökcipelés mellett. Ehhez nagyon nagy partner volt a Kiskunsági Nemzeti Park igazgatóság. A természetvédelmi területen szervezett verseny részleteit is ismertette az elnök. A futóhomok félmaraton az nem csak félmaratont jelent, hanem mindenki megtalálhatja a saját számára kedvező távot. 300 métertől 21 kilométerig vannak távok, tehát a legkisebbeknek van 300 méter, az iskolásoknak 1,2 kilométer, a nagyobbaknak, illetőleg a felnőtteknek 8,5, 15 és 21 kilométer. A melegben és a süppedő homokban nem kis kihívást jelentett az indulóknak a távok megtétele. A táv az körülbelül 21 kilométer, picivel több, de a terepviszonyok és a meleg miatt azért ez sokkal fárasztóbb. Általánosan és együttentően elfogadott, hogy körülbelül olyan 28 kilométernyi sima, egyszerű futásnak felel meg. A távot folyamatos futással kellett teljesíteni, de közbe iktattak néhány frissítő állomást, folyadékpótlásra és energiafelvételre. Pihenőállomás nincsen, mert a futó az nem pihen verseny közben. Frissítőállomások viszont vannak 4 kilométerenként a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrei segítségével biztosítottunk frissítési lehetőséget. Itt hideg vizet, izotóniás italt, ami az energiapótlás segíti, illetőleg mazsolát, mogyorót, szőlőcukrot, banánt kaphatnak a futók, kinek mi szájasz ingere. Thank you.
a nagy távokra adja előtt a legkisebbek mértékössze tudásukat, 300 méteren az óvodások, 1,2 kilométeren pedig az iskolások. Az iskolások korcsoportjában első helyezett lett Patkai Mira. Második kör volt a legnehezebb. Küzdöttem, és örülök neki, hogy első lettem, és szerintem nagyon jó volt ez a futam. A Kiskunsági Nemzeti Park már kezdetektől fogva támogatja és segíti a természetvédelmi környezetben zajló futóversenyt. Az idén 10. alkalommal tartottuk meg, ez kimondottan egy természethez kötődő verseny, hiszen a bugaci homokbuckák között különböző távokon van egy maximálisan a leghosszabb táv, a félmaraton táv egy futóversenyünk. Az idén a járvány miatt kevesebb volt az indulók száma. Az idén azért kb. A harmada versenyző jelentkezett, mint eddig. Általában népszerű a verseny, ugyan sajnos azt mondhatjuk, hogy a többi futóversenyhez képest nem tömegverseny, de olyan 100 fölötti induló van a különböző távokon, és sokan kimondottan azért jönnek ide, hogy ez egy extrém futásnak számít. Extrém futás egyrészt azért, mert a fizikális adottságai a területnek érdekesek, hiszen a pusztától a homokon át az erdőig mindenféle tájon lehet futni. A másik pedig az, hogy kimondottan izgalmas tájképileg is ez a táj, és nagyon sokan szeretnek ebbe a környezetbe futni. Természetesen az útvonal kitűzése a Nemzeti Park szakembereinek a ötlete volt. Szerencsére van nálunk is extra futó kollega, így aztán ő tudja, hogy mit szeretnek igazán a futók, illetve a kollégák biztosítják ilyenkor a frissítőpontokat is, azoknak a kihelyezési és egyfajta biztonsági helyismerő szerepet is betöltenek. Szerencsére ez utóbbira még nem volt szükség. A félmaratón 21 kilométeres távjának abszolút győztese 1 óra 36 perces idővel Baranyi Zoltán lett. Az 56 esztendős futó azt is elmondta, hogy miért vállalkozott erre a versenyre. Egyrészt a kihívás miatt, másrészt pedig az, hogy fantasztikus környezetben megy végig ez a kör. Mind a 15, mind pedig a 21 kilométer. Hatalmas homok. Főképpen az utolsó 5 kilométer. Szívesen jövök ide minden egyes alkalommal, és kiemelt helyen van. A célom Budapest maraton 3 órán belüli célbaérés. A főszervező azt is elmondta, hogy kik alkotják a futók nagy családjának a zömét. Igazából a középkorosztály versenye mostanában a futás, akik már úgy gondolják, hogy tényleg tenni kell az egészségük megőrzése érdekében, ők már egészségügyes életet élnek, ők egyre többen és egyre gyakrabban jönnek versenyeinkre. A nem könnyű verseny végül problémamentesen zárult, nem tévedt el senki, és segítségnyújtásra sem volt szükség, mindenki célba érkezett. A Gyepek titkai címmel a Herman Otto Intézet és projektpartnerei fotópályázatot hirdetnek, amelynek célja a gyepes élőhelyek értékeinek bemutatása. Jelentkezés a pályázatra az alábbi weboldalon. Jelentkezési határidő 2021. augusztus 31. A részvétel ingyenes. Hajós kapitányként a Tiszán címmel jogosítvány nélkül vezethető hajós vízitúrát szervez a Kiskunsági Nemzeti Park Szegedről történő indulással július 24-én. A túra során a résztvevők a Tisza és a Maros élővilágával ismerkedhetnek meg. Mit
történik a Rákosi Vipera Védelmi Központban elnevezéssel, ismeretterjesztő túrát szervez a Kiskunsági Nemzeti Park július 31-én. A 3 kilométeres túra Kumpeszér központjából indul, és a Védelmi Központban folyó munka megtekintésével zárul. Jelentkezés a Kiskunsági Nemzeti Park honlapján található, feltételekkel, online módon július 30-ig.